Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Egymást segítik a tagok, több mint 100 karácsonyi csomaggal készültek saját közösségüknek a szekszárdi civilek. 135 húscsomagot osztottak ki Faddon, a nehéz helyzetben élőket támogatták. Adományozás Pakson, 100 darab tartós élelmiszercsomagot osztottak ki a rászorulóknak. Mi kerüljön az ünnepi asztalra? Még mindig a halasláger. Több mint 100 karácsonyi ajándékcsomaggal lepte meg tagjait a szekszárdi újvárosi római katolikus társaskör. A csomagokat az önkormányzat támogatásának köszönhetően tudták megvenni. Náluk a közös ünnepvárás már sok éves hagyomány. Boldog, békés karácsony kívánok neked is, jó? Az egész családodnak, és ünnepeljetek önök, jó? Egymás után érkeztek a tagok a szekszárdi Szent István házba, hogy átvegyék a karácsonyi csomagjaikat a helyi újvárosi római katolikus társaskör vezetőitől. A közösségben nagy múltja van, hogy az ünnepvárás időszakában összejönnek. Idén a vírus helyzet ezt nem tette lehetővé, a csomagokat viszont úgy, mint eddig, most is elkészítették a szervezők. Jönnek az unokák 28-án. Szegeden vannak, aztán onnan most jönnek. Idén 110 csomagot adtak át a társaskör vezetői a tagoknak. A Szekszárd megyőgővárosnak a Szociális Bizottságától kaptunk egy összeget, és a társaskör kibővítette ezt a csomagot, nagyon szép csomagot kapott mindenki. Az ajándékok közé főként élelmiszerek, például sütemény, más édességek, gyümölcsök és egy kis bor is került. Nekünk az az elvünk, hogy nem tartós élelmiszereket adunk a tagjainknak, ja, természetesen ez a tagoknak szól ez a csomag, és nem tartós élelmiszert, hanem hogy egy kicsit szebbé, ünnepélyesebbé tegyük a karácsonyt nekik. A szekszárdi újvárosi római katolikus társaskör vezetői azoknak a tagoknak, akik nem tudtak a helyszínen megjelenni, személyesen vitték ki a csomagokat. 3359 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedden, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.233.744 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 139, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 38.167 főre emelkedett. 5159 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 464-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.232.000-en kaptak. Tolna megyében 84 új fertőzöttet regisztráltak kedden, ezzel a járvány kezdete óta összesen 25.996-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. 135 friss húst tartalmazó csomagot osztott ki a Faddi önkormányzat a település rászorultjai között. Az adomány 1 kg tarját és 1 kg karajt tartalmazott. A csomagok elkészítéséhez szükséges közel 500.000 forintot a település önkormányzata, néhány képviselő és egy helyi vállalkozó adta össze. Ezzel a hozzájárulással a település nyugdíjasait és a rossz körülmények között élő családokat segítették. 1 kiló karaj és 1 kiló tarja megy összesen, és ez 135 darab csomagban. A Faddi önkormányzat már több éve segíti nehéz helyzetben élő lakóit ezzel a húscsomaggal az ünnepek előtt. Leginkább az egyedül élő nyugdíjasokat és a rosszabb anyagi helyzetben élő nagycsaládosokat támogatják ilyenkor. A tanyagondoknak van egy listája, ugye nyilván ő jobban találkozik az idősebb populációval a településen, úgyhogy ő minden évben készítette egy listát, ezt most összevetettük a 19-es és a 20-as listát, megpróbáljuk mindig úgy szelektálni a csomagokat, hogy lehetőség szerint mindenki részesüljön valamelyik évben belőle. Valamint a helyi általános iskola osztályfőnökei is megjelölték azokat a családokat, akik szerintük támogatásra szorulnak. Ebből választották ki azt a 135 családot, akikhez december 22-én elvitték a csomagot. Vali Ervin, a település alpolgármestere, személyesen szállította ki az adományokat. Szeretnénk megint egy kis szeretetcsomagot átadni az ünnepek alkalmával. Elfogadják nagyon sok szeretettel, és fogyasszák egészséggel. Elfogadjuk, jó. Köszönjük szépen. Fogadják sok szeretettel. A húsi, ugye? Igen, igen, a húsi. Köszönjük szépen akkor. Fehér Jánosné egyedül él csekély nyugdíjából. Azt mondja, jól jön a támogatás. Nagyon jó dolognak tartjuk, hogy az öregekről. Hát én például 86 évesen elmúltam. És hát örömmel veszük, hogyha gondoskodnak rólunk. Samai Józsefné januárban lesz 83 éves.
Ő úgy nyilatkozott, nagyon sokat segít az önkormányzat Faddon az idősebbeknek. Hát én azt nagyon megköszönöm, hogy ennyi segítséget is kapunk ilyen időskorban is még. Főleg most ebbe a vírusos mindenben az embert úgy kikészít idegileg meg minden, és hát ez egy nagyon jó dolog, főleg aki nagyon rá van utalva. A település önkormányzata, egy helyi cég és néhány képviselő adta össze azt a közel 500 ezer forintot, amiből ezt a 135 darab csomagot el tudták készíteni. Egyre idősebb a településünknek a lakossága, egyre több a nehéz körülmények között élő család, és azt gondolom, hogy ez a csomag, amit most idén is ki tudunk szállítani nekik, ez nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy egy kicsit a szeretet ünnepén egy nagyobb boldogság legyen az asztalnál. Az alpolgármester hozzátette, igyekeznek minden évben segíteni valamivel a helyi rászorulókat, a karácsonyi húscsomagosztásból pedig szeretnének hagyományt teremteni. Új pályázati lehetőségekkel támogatja a kormány a kis- és középvállalkozásokat, jelentette be Varga Mihály Facebookon közzétett videójában. A pénzügyminiszter hozzátette, 100 milliárd forint keretösszegű pályázatot hirdetnek meg a következő évtől. Ebből a cégek fejleszthetik technológiájukat, termelékenységüket javíthatják és növelhetik a versenyképességüket. 10 és 200 millió forint közötti támogatás igényeltő, például új eszközök beszerzésére, információs technológiafejlesztésre, ingatlan beruházásra, vagy megújuló energiaforrások alkalmazására. A támogatások legnagyobb részét a kevésbé fejlett régiók pályázói kaphatják meg, a teljes összeg több ezer vállalkozás támogatására lehet elegendő. Ahol vannak versenyképes vállalkozások, ott lesznek munkahelyek, és lesz fejlődés is. Célunk, hogy Magyarország előre menjen, ne pedig hátra. Az ünnepek alatt is lehetőség van az oltás felvételére, de most csak időpontfoglalással. A kórházi oltópontokon várják az oltakozni vágyókat, akár első, akár megerősítő oltásra, december 24-én pénteken 8 és 14 óra között, december 25-én és 26-án 8 és 16 óra között, december 27-től 30-áig pedig 8 és 18 óra között. December 31-én és január 1-én 8 és 16 óra között jelentkezhet, aki oltást szeretne kapni. A Paksi Önzetlenül Segítők Alapítvány telephelye bár egy éve megszűnt, idén azért még egy utolsó alkalommal segítettek. Az STK parkolójába várták a paksi rászorulókat, hajléktalanokat, kisnyugdíjasokat. 100 darab tartós élelmiszercsomagot állítottak össze 3500 forint értékben, és osztottak ki a szeretet ünnepe előtt. Teherautóról rakják az ajándékcsomagokat Pakson a volt STK parkolójában. A tömegek kígyózó sorokban már várják az adományt. Paksi rászorulóknak, hajléktalanoknak, kisnyugdíjasoknak osztanak tartós élelmiszercsomagot. Bár az alapítvány telephelye tavaly megszűnt, idén egy utolsó alkalom adódott a segítségnyújtásra. Hát olyan váratlanul jött egy magánember adománya, pénzbeli adománya, aki még soha nem támogatott bennünket, és egy picit hozzátettünk mi is, a minnyájon a nyugdíjunkból, és így sikerült 100 csomagot készítetnünk, és olyan 3500 forint ára egy csomag. A csomagban volt liszt, cukor, rizs, konzervek, kakaó, de kekszek, sütemények és csoki Mikulás is került bele. Hát minden évben jövünk ide csomagért. Hát az az igazság, hogy nagyon szegényes helyzetben élünk, és ugye ez a kis csomag nagy segítség a számunkra, a családunk számára. A Paksi Önzetlenül Segítők Alapítvány 20 éve oszt csomagokat a rászorulóknak. Tagjai már idős asszonyok, emberek, akik örömmel adakoznak két évtizede. Négy elfogató parancs is volt érvényben az ellen a 46 éves nő ellen, akit a szekszárdi rendőrök fogtak el és vettek őrizetbe a hét elején. Az egyenruhások hétfőn ellenőriztek egy személygépkocsit és annak utasait Szekszárdon. A járműben utazóknál iratok nem voltak, az intézkedés során mindannyian mások adatait diktálták be, ami rövid időn belül derült ki.
A rendőrök mindhárom utast előállították. Az éjszaka folyamán a rendőrségen megjelent az egyik utas édesanyja is, egy 46 éves nő. Az ő adatainak ellenőrzése során kiderült, hogy ellene a sárbogárdi és mohácsi járásbíróság elfogató parancsot adott ki. A mohácsi rendőrkapitányság pedig az általam meg nem fizetett bírságok miatt a körözését rendelte el. A nő elszámoltatását követően börtönbe szállították. Tolna, mint járási központ a következő pályázati ciklusban 4,5 milliárd forintra jogosult a TOP Plus program keretéből, mondta el évértékelő interjújában Appelshofer Ágnes polgármester. Jelenleg kidolgozás alatt állnak azok a fejlesztési tervek, melyeket ebből a forrásból kívánnak megvalósítani. A napokban kapják készhez a lakók azt a kérdőívet, melyben a város vezetése kikéri a véleményüket ebben a kérdésben. Például nagyon sürgetővé vált már a csapadékvízelvezetés problémája, ami egy például várhatóan egy része lesz ennek a 4,5 milliárd forintnak. Aztán nagyon szeretnénk a közintézményeket még tovább korszerűsíteni, tehát azok, amik kimaradtak korábban, ugye az előző ciklusban iskolaépületek korszerűsítés, energetikai korszerűsítés volt. Szeretnénk az óvodákkal folytatni, és az óvodákban, ha nem is energetikai korszerűsítés, de mondjuk a mosdók, konyhák felújítását, vagy az udvarok csinosítását mindenképpen szeretnénk ebbe beletenni. 10%-os béremelésről döntött a kormány a rendőrök és a katonák esetében, közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook oldalára feltöltött videóban. Orbán Viktor miután rendőri és katonai vezetőket fogadott a Karmelita Kolostorban, elmondta, elismerésüket szeretnék azzal is kifejezni, hogy a következő évben 6 havi fizetésüket fegyverpénzként készhez kapják a rendőrök és a katonák. A következő hónapokban és években további jelentős béremeléseket fognak majd végrehajtani, hogy megtarthassuk a rendőreinket és a katonáinkat, fűzte hozzá. A kormányfő közölte, a rendőri és katonai vezetőknek minden magyar nevében megköszönte azt a fantasztikus munkát, amit ebben az évben végeztek. Kifejtette, a rendőrök és a katonák nélkül az ország nem tudott volna védekezni a koronavírussal szemben. Nem könnyű megtervezni a karácsonyi menüt, és ezért nem is mindegy, mi kerül az ünnepi asztalra. Sokan ragaszkodnak a hagyományos ételekhez, mint a halászlé, a töltött káposzta vagy a rántott hal. Mohai Dávid séf szerint azonban érdemes néha újítani a karácsonyi menün. A séf arról beszélt stábunknak, egyre népszerűbb például a lazac vagy a borleves. Karácsonykor az ünnep egyik fénypontja a közös vacsora vagy ebéd. Ilyenkor összegyűlik a család apraja nagyja az asztal körül. Hazánkban az ünnepi asztal elengedhetetlen kelléke szenteste a halászlé. De miért is ezt tesszük ilyenkor? A népi hiedelem szerint a hal haladásra, fejlődésre készteti az asztal körül ülő családot, a pikkelyei anyagi bőséget ígérnek a következő évre. De van, aki eltér a hagyománytól és újít az ünnepi menün, halászlé helyett lazacot tesz az asztalra. Ennek elkészítéséhez adott tanácsot Mohai Dávid séf. Meg lehet roston sütni a lazacot, kakukkfűvel, fokhagymával, vajdarabokkal. Karácsonyi levesgyanánt különlegességnek számít a borleves is, amit könnyű elkészíteni, és fénypontja lehet az ünnepi menünek. Ezt úgy kell képzelni, mint egy forralt bort, csak be van sűrítve egy pici keményítővel. Tejszínnel, tojássárgájával, krémes állagúvá tehető a leves, amit aztán egy frappáns levesbetéttel megbolondítva igazi karácsonyi ínyentségé varázsolhatunk. És lehet hozzá egy borhabot is éppen díszítésnek, vagy mint feltétnek, vagy még bele betétnek esetleg egy karamellizált szőlőszemet. Sokan évről évre ugyanazokat az ételeket készítik az ünnepre, és olyan finomságok, különlegességek is kerülnek az asztalra, amik máskor ritkaságnak számítanak, mint például a libamáj. A hagyományos karácsonyi ételek egy része a néphiedelmekhez kapcsolódik. Régen egyébként az ünnepi asztalt nem bontották le, hogy a maradék ételekből az angyalkák is falatozhassanak. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Új adóalapkedvezmény, SZIA-mentességet élvezhetnek a 25 év alattiak. Szexuális irányultságuk miatt bántották a párt, több évre is börtönbe mehet az elkövető. Karácsonyi műsor és ajándékozás. A Jókai Móra általános iskola diákjait lepte meg a PVSK.
Január 1-től a 25 év alattiak SZIA-mentességet élveznek. Az új kedvezményről Barlai Krisztinával beszélgettünk Adópercek című műsorunkban. A NAV baranyai sajtóreferense elmondta, hogy ez az összevont adóalapba tartozó jövedelem után vehető igénybe. Befolyásolhatja más kedvezmények érvényesíthetőségét, és van felső határa. Új adóalapkedvezményt érvényesíthetnek a 25 év alatti fiatalok Magyarországon 2022. január 1-től. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után ugyanis SZIA-mentességet élvezhetnek. Erről beszélgettünk Barlai Krisztinával Adópercek című műsorunkban. A NAV baranyai sajtóreferense elmondta, hogy olyan jövedelmek után érvényesíthető a kedvezmény, mint például a munkabér, az egyéni vállalkozói kivét, az egyéb nem önálló tevékenységből származó és az általányban megállapított, illetve az őstermelő jövedelem. Ez a többi kedvezményt befolyásolhatja, megváltozhat az igénybevételi sorrend. Először a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, és utána jön ez a 25 év alattiaknak az SZIA-mentessége, majd azt követően a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény. Az első házasok kedvezményénél egy kicsit bekavar ez az új kedvezmény. Ugyanis figyelni kell arra, hogy azok a 25 év alatti házaspárok, akik idén december 31-e után kötötték össze életüket, akkor vehetik igénybe az első házasok kedvezményét, ha a pár valamelyike betölti a 25. életévét. Amennyiben 2022. január 1-e előtt kötöttek házasságot és érvényesítették a kedvezményt, akkor azt kell felfüggeszteni, amíg az SZIA-mentességet veszik igénybe. A fiataloknak járó összegnek van egy felső határa. Ez mindig az előző évi júliusi bruttó átlagkereset az irányadó. Ez 2022-ben 433.700 forint lesz havonta, tehát erre kell odafigyelni, hogy a havi kereset ennél kevesebb, a 25 év alattinál, akkor nincs SZIA kötelezettsége, hogyha ennél több, akkor pedig ezen határig érvényesíthető ez az SZIA mentesség. A kedvezményt egyébként a munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 2021. december 31-ét követő időszakra elszámolt, illetve a 2022. évet megelőző időszakra vonatkozó, de január 10-ét követően kifizetett összegre kell alkalmazni. A 25 év alattiaknak nincs feladatuk ezzel kapcsolatban, a munkáltató kifizető ugyanis rendelkezik életkori adatokkal. Az érintettek, mint minden más ügyben, ebben a kérdésben is felkereshetik az adóhivatal ügyfélszolgálatát telefonon vagy személyesen. Közösség tagja elleni erőszak büntettével vádolja a pécsi járási ügyészség azt a két férfit, akik idén-nyáron szexuális irányultságuk miatt bántalmaztak két másik fiatal embert Pécs belvárosában. Olyan erejű és kegyetlen támadó szándékot mutatott az egyik elkövető, hogy ellene letöltendő büntetést kért az ügyészség, így akár több évre is rács mögé kerülhet. Ez az a pécsi belvárosi szórakozóhely, ahol ittak a gyanúsítottak és kerültek erősen ittas állapotba idén nyáron, júniusban. Itt volt ekkor a két későbbi sértett is, akik az est folyamán nyíltan vállalva szexuális irányultságukat együtt táncoltak és többször csókolóztak is. A sértettek a hajnali órában gyalog indultak haza a szórakozóhelyről, majd az utca elején a sarkon megálltak, beszélgettek, illetve ölelkeztek. Ezt követően vette észre őket a két vádlott, akik szintén gyalog indultak el a szórakozó helyről. A két vádlott oda ment a sértetthez, az egyik őjük mind a két sértetnek a lábát kirúgta, megrúgta, az egyik az egyensúlyát el is veszítette. A két sértett fiatalember megpróbált elmenekülni, azonban a vádlottak követték őket, és a belvárosi üzletháznak a bejáratánál érték őket utol. Ekkor az egyik vádlott olyan nagy erővel ütötte meg az egyik sértettet, hogy az elveszítette az eszméletét is, de bántalmazta a másik sértett fiatalembert is ez a vádlott, ebbe a bántalmazásba pedig a társa is bekapcsolódott. 1995-ös és 2000-es születésű Pécs környékén élő férfiak voltak az elkövetők. A két támadó közül a fiatalabb volt az, aki súlyosabban bántalmazta a 30-as éveikben járó férfiakat. Az eljárás adatai szerint a vádlottak a két sértett fiatalembert szexuális irányultságuk miatt bántalmazták, így a cselekményük közösség tagja elleni erőszak büntet megállapítására alkalmas. Ennek büntetési tétele 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés, az ügynek az elsőrendű vádlottját azonban az ügyészség súlyos testi sértés büntettével is vádolja, mivel az egyik sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okozott.
A járom csontját törte el az orvosi látlelet szerint, amihez nagy erejű ütést kellett bevinnie. Éppen ezért az ügyészség letöltendő szabadságvesztést kér az elsőrendű vádlatra, még társa a felfüggesztett börtönbüntetéssel megúszhatja az erőszakos támadást. Az egészséges életmód jegyében kaptak közel 40 labdát a Pécsi Jókai Moráltalános Iskola diákjai. A PVSK tett felajánlást, melynek keretében kosár, kézi és foci labdákkal lepték meg a gyerekeket. A fiatalok cserébe karácsonyi dalokkal készültek a látogatóknak. Az eseményen részt vett Kővári János önkormányzati képviselő is, aki kellemes ünnepeket és jó egészséget kívánt a tanulóknak és a pedagógusoknak. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta. Karácsonyi énekekkel készültek a Jókai Mór általános iskola diákjai. Az alkalom nem más, mint hogy a PVSK és Kővári János látogatott el az intézménybe. A Pécsi Sportegyesület ugyanis ajándékokkal lepte meg a gyerekeket az egészség jegyében. Kiemelten figyelünk mi a Pécs város sportjelebb, és igyekszünk az ember és az általános iskolákra, és így egy hagyományteremtő jelleggel most az alkalomból két iskolát leptünk meg karácsonyi ajándékén, különböző labdákkal, kosárkézi, különböző sporteszközökkel, hogy ezzel is segítsük elő a diákok sportolási lehetőségét. Jelképesen az iskola igazgatójának adtak át egy kosárlabdát, de a többi sportszert is kipróbálhatták a gyerekek. A terület önkormányzati képviselője arra bíztatta a diákokat, hogy próbáljanak ki több sportágat is. Amint halljuk, a gyerekek hamar használatba is helyezték ezeket az eszközöket. Reméljük is, hogy az egészségüket szolgálja, mint ahogy azt kívánom a pécsieknek, hogy az egészségünk jó legyen. Az idén a pandémiát próbáljuk megúszni, vigyázzunk egymásra, ha a családi körbe is összejövünk, és reméljük, hogy jövőre már el is múlik talán ez a baj. Összesen egyébként közel 40 labdát adtak át a Jókai iskola részére. A PVSK ezzel is szeretne hozzájárulni a fiatalok egészséges életmódjához és a sport népszerűsítéséhez. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Egymást segítik a tagok, több mint 100 karácsonyi csomaggal készültek saját közösségüknek a szekszárdi civilek. 135 húscsomagot osztottak ki Faddon, a nehéz helyzetben élőket támogatták. Adományozás Pakson, 100 darab tartós élelmiszercsomagot osztottak ki a rászorulóknak. Mi kerüljön az ünnepi asztalra? Még mindig a halasláger. Csütörtök délelőtt vastagodó felhőzet terjeszkedik, délutánra országszerte borongós idő látszik kialakulni. Számottevő csapadék napközben nem valószínű. Gyenge délies légmozgás lesz jellemző, este éjjel folytatódik az erősen felhős, borongós, szélcsendes idő. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!